Mit tegyen egy modell, ha már úgy érzi, hogy elég volt a kifutóból, de azért szeretné továbbra is törődni a testével? Érdemes kipróbálni a fitness modelkedést, ami sokkal inkább sport, mint séta a kifutó. Benki Valéria Bánkódi Gabriella segítségével ismerkedett meg a súlyzók világával. Jó reggelt kívánok a hölgyeknek, sziasztok! Nos, hát azt gondolom, hogy nyilván nagyon jó dolog, ha az ember ember olyan alapokkal érkezik, mint, mint te, Vali, mert azért van egy olyan testalkat, nézek Gabira, amivel az emberek igazából legalábbis elsőre és nincs sok dolga, kivéve azt, hogy kellene egy kis izmot tenni rá. Ugye? Hol tartasz most valójában ebben, ebben az izompakolásban, akár kilók, akár egyebek tekintetében? Van-e változás? Igen, nagyon-nagyon sok változás van. Ö, én igazság szerint tavaly nyáron kezdtem el Gabihoz járni, és azóta több mint három kilóval gyarapodott a súlyom, ami az én esetemben tudom, nagyon szép eredmény. Ugyanis én pont az az eset vagyok, akinek nagyon nehéz felszedni kilókat, tehát nekem ez mindig is problémás volt, úgyhogy most úgy érzem, hogy hogy jó helyre érkeztem. Uh -huh. Nos, hát, ami mennyire jó, jó alany ilyen szempontból valami, mert azt hiszem azon kisebbség táborát erősíti, aki, akinek a hízékonyság vagy az a súlyapadás egy kifejezetten nehéz dolog, a, a nagy többség az ugye éppen ennek önnek ellenkezőjével szokott. Hát igen, bajnálni. ő ilyen szempontból abszolút különleges. Tehát ő az a, az a paciens, vagy ő az a, az, az edzettem, uh -huh. versenyzőm, akinél pont az van, hogy egy versenyre nem, hogy diétáznunk kellene, hanem feltölteni, hogy még nagyobb legyen a súlya és még kerekebb legyen. Hát ezt a három, kele, három kiló kis gyarapodást is eléggé nehezen értük el, de végül is sikeresen és úgy néz ki, hogy ez maradandó is. Tehát ez most már nem mozog, uh -huh. hanem fixen marad ez a három kiló. Viszont amiben nagyon nagy szerencséje van, hogy a modell karrierje miatt olyan gyönyörűen mozog a színpadon, és annyira át tudja magát adni a közönségnek, ami abszolút szerintem mindenki számára egyedülálló és látható. Tehát Féle az, hogy a színpadi jelenlét a számára nem, hogy nem ismeretlen, hanem kifejezetten a terepe. Így van. Ez egy akkora plusz, amivel a plusz. versenyben előre tud lépni? Így van. Tehát, hogyha most bíróként venném, ugye ezt is értékeljük, a színpadi mozgás, azt, hogy mennyire tudja átérezni azt, hogy ő mit csinál, tehát mennyire tudja bemutatni a testét. Uh -huh. egy, egy modellnek szép arcának kell szép mozgásának, ö, abszolút ö, egyensúlyban kell, hangsúlyban kell lennie a ruhának, a szemnek, a hajnak, mindennel együtt. Uh -huh. És most ebben az esetben ezt teljesen tökéletesen össze lehet hozni. Igen, vali, de azért ez egy más dolog. Tehát amikor az ember modellkedik, és a kifutóra megy, akkor azért valahol elsősorban az a dolog, hogy, egy, hogy, a ruhát, vagy a rajta lévő outfitet adja el a lehető legjobban. Most viszont azzal kellett szembesülnöd, már bocsánat a kifejezés, hogy most téged stírölnek a bírók, és téged figyel a közönség. Tehát, a kifejezetten rád a te testalkatodra, a te testedre kíváncsiak, és nem arra, amit viselsz. Igen, ez, ez igaz, hogy hogy a modell szakmában ugye elsősorban a rajtunk lévő ruhára kell koncentrálni, viszont azt gondolom, hogy nekem olyan szempontból is nagyon nagy szerencsém volt, hogy annó a legtöbb munkám az, az fehér neműhöz kapcsolódott. Uh -huh. Én én velem mindig fehér mutattak be, tehát így hála Istennek ez nem idegen tőlem, nem, nem szokatlan, igen. Úgyhogy lehet, hogy az élet már akkor próbált erre készíteni, Úgyhogy abszolút uh -huh. rendben Nos, van ez hol, így. van a leginkább szükség arra, hogy ez a bizonyos izomfejlesztés végbe menjen? Vannak a -e kedvenc területek, kedvenc gyakorlatok, vagy olyanok, amiket kifejezetten nem szeretsz? De kell csinálni. Hát igazság szerint, amikor elkezdtem Gabihoz járni, akkor a, a hátamra irányuló gyakorlatok voltak a kedvenceim, mostanra viszont a lábedzések, amik elsősorban inspirálnak a lábamra. Tudom, nem szoktak szeretni. De én közbe. közben. Jaj, igen, De... Ezt akkor még vissza fogod hallani edzőség előttem. Hát tisztában vagyok azzal, hogy, hogy a lábamra még hozni kellene jócskán, hogy hát oda kellene most a legtöbbet hozni, úgyhogy ez inspirál, hogy csináljam, 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 úgyhogy ebből kifolyólag most, az a kedvenc. Hova a legnehezebb Gabi izmot pakolni, hogy ez látszódjon is? Hát az abszolút ugye a genetika határozza meg, hogy kinek mi, mondjuk ugye Olánó akivel már ugye találkoztál többször is, ő a neki ne. mondjuk a felsőtestét könnyebb alakítani. Úgy szintén sokkal könnyebb izmot pakolni rá, hogy az alsó részére viszont ö, ö, kicsikét nehezebb. Teljesen más típusú gyakorlatokat kell mondjuk őnek így csinálni, és más gyakorlatokat a valinak. Vali esetében én azt gondolom, hogy a fenekét nagyon könnyen tudtuk alakítani, a háta egyébként nagyon gyorsan reagált, nagyon szépen ki tudtuk szélesíteni, de tényleg így, ahogy ő mondja, a lábára még ugye kell, hát ugye egy modellnek ugye mi kell a kifutóra, szép, vékony, dekoratív, űzike a lábai legyenek hmm. neki, hát ő neki tényleg az van, most nekem egy picikét az a feladatom, hogy egy picikét így tömeget is tegyek rá. Aha, értem. Ugye te magad is világsikereket értél ebben a műfajban, olyan Noémi, azt hiszem, hogy világhíri a nyugodtan mondhatjuk így. Most lát azt, hogy, hogy valami milyen adottságokkal érkezett, és hol tart ennyi időn belül, úgy nagyjából hova jósolnád az ő következő éveit? Mit érhet el, vagy egyáltalán nem is tudom, hogy célja el az, hogy itt azért a nemzetközi fizeken is valami fajta komoly eredményt tegyen az asztalra. Ezt most még így nehéz lenne megmondani, hogy a több szövetség van a fitnessben, a fitness modellkedésben. Most jelen pillanatban egy, két szövetségnek a versenyét próbáltuk ki, a WBPF, az NAC, illetve a VABBA szövetségnek a versenyeit. Egyelőre mi, mi is puhatolózunk, hogy melyik lesz az, ami igazából ő neki Ö, személyre szabott lesz, Ola az ABB szövetségnél versenyzik, az megint egy másik szövetség, uh -huh. minden szövetségnél mások az igények, és mások az elvárások. Ezek szerint Mindenki... ez a különbség a szervezetek között, hogy másfajta felkészültség igényel adó? Másfajta felszere, de viszont ilyen szempontból teljesen jó, mert mondjuk Noémit is és Valit nem lehetne összehasonlítani, két különböző karakter, két különböző testforma, Úgyhogy abban a pillanatban, ahogy meg tudtuk találni az ő neki megfelelő szövetséget, abban az irányban fogunk elmozdulni, és akkor az ő igényeik szerint fogjuk alakítani az ő testét, de természetesen ő fogja eldönteni azt, hogy ezt ő milyen szintre akarja emelni. Na hát akkor itt a kérdés neked szegezve, milyen szintig szeretnél jutni vali ebben a műfajban? Igazság szerint egyelőre az a hozzáállásom, hogy addig szeretném csinálni, és úgy szeretném csinálni, ameddig és ahogy jól érzem magam, amíg úgy érzem, hogy, hogy pozitív érzésekkel fel tud tölteni ez a sport. Jelen pillanatban nagyon-nagyon feltölt, nagyon-nagyon szeretem, hogy ez meddig fog tartani, az sok mindentől függ, meglátjuk. Világos, hát akár mi is a terved, és akár melyik szövetséged is választjátok, azt kívánom, hogy minden sikeresebben ténykedjetek együtt, és gyertek máskor is, mert szép mutató sportolnőket mindig örömmel fogadunk <laughs> itt a stúdióban. Köszönöm, hogy itt voltatok. köszönöm. És köszönjük.